Szőke Gábor Miklós köztéri alkotása mára már Kazincz Barcika jelképévé vált. Igazán közkedvelt a városlakók és az ide látogatók körében, néhány éve még Magyarország legszebb körforgalmának is megválasztották. A hétvégi szélvihar azonban nem kímélte a fából készült színes, különleges alkotást, és ledöntötte lábáról a Jó Szerencsét úti körforgalomban álló 3 méter magas és 6 méter hosszú unikornis szobrot. A Barcika Park Nonprofit Kft. Munkatársai még aznap délután elszállították, hogy a javítást és a megerősítést követően ismét a helyére kerülhessen Kazincz Barcika egyik címerállata, az unikornis.